Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Egy elmélkedést szeretnék elmondani, amelynek a címe Létezés titka, és megáldá az Isten őket. Ezt a címet adtam ennek az elmélkedésnek. Bevezetőben szeretném elolvasni Zsidókhoz írt levél első rész, és ott a első három versét. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdana az atyáknak a proféták által, az utolsó időben szólott nekünk fia által, aki tett minket örökösévé, aki által a virágot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségesnek jobbjára a magasságban. Ebből a bevezető igéből is kiderül az, hogy a teremtéssel kapcsolatosan szeretnék elmondani gondolatokat. Ugyanis a világ létezésének a magyarázatára, ami emberi társadalmunk különféle véleményeket formál, többféle magyarázat létezik. Régebben még a iskolás koromban, ilyen világnézeti órán oktatták a materialista felfogást, világnézetet, nevezetesen azt, hogy az anyag örökkévaló is, hogy Isten nem létezik Isten, hanem maga az anyag, anyagban lévő erők hozták létre a világot, és hogy ennek nincsen, nem lehet látni nagy tervszerűséget benne. Az anyag egyszerűen élővé változott, stb. Tehát, hogy nem tudjuk pontosan leírni, bár a tudomány igyekszik leírni, és ebben most nem mennék bele, hogy milyen úgynevezett tudományos módszerekkel próbálja bizonyítani. Lényeg az, hogy az anyagban lévő erő saját maga okozta az élet kialakulását, és az ember a főemlősökből fejlődött ki. Sajnos még most is ezt a nézetet vallják, vagy tanítják iskoláinkban, hogy az állatvilágból emelkedett ki az ember a munkája folytán. Aztán az idők folyamán próbálták keverni ezeket a nézeteket, még a vallásos körökben is. Ezt a materialista filozófiát próbálták összehangolni a vallási vagy bibliai keresztény tanítással, és ebből egy ilyen szinkretista vélemény alakult ki, ami azt jelenti, hogy a fejlődés elméletnek igazat adnak, de azt vallják, azt hirdetik, hogy isteni beavatkozás volt szükséges a különféle fejlődési szakaszokban, például az emberré válás kérdésében is ezt vallják. És egy vallásfilozófus nevéhez köthető, Taylor de Chardin nevéhez köthető, ez egy teológus volt, aki a nevéhez köthető, ez a szinkretista teremtés elgondolás, elképzelés. A következő gondolat az idealista felfogás, amely ragaszkodik a Szentírás tanításához, akár szó szerinti magyarázatához. Ide tartoznak azok a nézetek, akik például
az Isten létezését, elhiszik és elhiszik a hatnapos teremtés, esetleg a lapos föld hát elméletét, hogy világunk, tehát hogy nem úgy nézett ki, mint ahogy manapság látjuk. És de hát messze vezetne mondjuk minden bibliai keresztény tanításról elmélkedni, hogy minden egyháznak milyen véleménye, milyen nézete lehet, vagy nem keresztény egyházakat is be lehetne vonni ebbe, mert ott is hát az Isten létezéséről beszélnek. Nem is ez a célja ennek az elmélkedésnek, hanem inkább arra szeretnék rámutatni, hogy a zsidókhoz írt levélben azt találjuk, hogy Jézus Krisztus volt, tehát az Isten fia volt az, hogy régmúlt időben az atyáknak, a proféták által szólt az Isten, de az utolsó időkben az ő fia által szólt, aki által a világot is teremtett. Tehát gyakorlatilag kimondja azt, hogy Jézus Krisztus volt az emberi világunk teremtője. Ezt úgy is lehet gondolni, hogy az egész univerzum, tehát amit látunk, vagy nézünk a távcsöveinken keresztül, stb., hogy az egész univerzum teremtését az egyedül igaz Isten, az egy Isten három személyben ő volt a teremtő, aki megtervezte és meg is valósította ezt a tervet. Hát ugye nem tudunk belemenni ennek a részleteibe, gyakorlatilag nem tudunk belemenni a részleteibe, maradjunk annál, hogy földünk világát, tehát az életet, az itt kialakult életet, ezt nem gondolhatjuk, hogy terv nélkül, vagy információk nélkül létrejöhetett volna csak úgy véletlenszerűen, hanem kellett, hogy valamilyen terv létezzen ezzel kapcsolatosan, és a terv alapján az Isten fia, Jézus Krisztus, aki létezett azelőtt is, mielőtt még a földre jött, emberként megszületett, azelőtt is létezett, csak isteni formában létezett, hogy ő hozta létre is, alkotta a föld környezetét, az embervilágot. És hát a teremtés történet is azt igazolja gyakorlatilag, hogy emberközpontú elbeszélés alapján íródott egy verses formában a teremtés történet. Egy irodalmi mű, egy teológiai mű, úgy is lehetne mondani, amely feltárja azt előttünk, hogy emberi léptékkel, emberi mértékkel, és hát az akkori ember tudásának megfelelően próbálja érthetővé tenni számunkra a teremtésnek a miben létét, az alkotást, amelyet az Istenség második személye, Jézus Krisztus vitt véghez. Tervszerű munka eredménye, tehát az Isten alkotása, gyakorlatilag a görög Biblia főleg két szót használ a világra vonatkozólag, a kozmosz és az eon. A kozmosz szót ismerjük napjainkban is, amikor az első ember Föld légköréből kilépett, tudjuk, ezt nagyon, nagyon jó gyermekkoromban volt ez az esemény, amikor Gagarin hát föld körüli pályán indult el, és hát azt mondták abban az idejében, hogy felment a kozmoszba. Persze hát ez a
ez a kozmosz, ez csak itt a Földünk környezetére vonatkozik, nem egy nagyon magas, tehát hogy nagyon messzire nem ment el, csak a Földünk környezetében tett utazást az űrhajós. Aztán még azt szeretném elmondani, hogy a lakott föld szó is megtalálható a Szentírásban, az ökumené szó, ami a lakott bolygót jelenti. És az eon szó, az pedig az élővilághoz és a korszakokhoz, vagyis az időhöz köthető az eon. Ez is a világot jelenti. Tehát a világ teremtését azt úgy kell elképzelnünk, hogy az időben nem tudjuk pontosan, hogy tehát az egész univerzum, tehát a galaxisok, meg stb., hogy ebben nem nagyon szoktunk belemenni ebbe a magyarázatba, keresztény teológiai körökben sem, hogy az univerzum keletkezésével kapcsolatosan, hogy a világ, vagyis a konkrétan az időhöz köthető világ, tehát hogy mikor történhetett az egész univerzumnak a teremtése. Ezt nem tudjuk pontosan. Hát ugye beszélünk hatnapos teremtésről, de ez csak az emberi léptékkel, vagyis a Föld környezetének a berendezésével kapcsolatos, és nem az egész univerzumnak a megteremtésével, vagy a más lények, mert hiszen a Bibliában olvashatunk olyan dolgokat is, hogy különféle Isten által teremtett lények vannak, nem csak emberek, hanem vannak angyalok is. Nekik a tartózkodási helyét pontosan nem tudjuk, de környezetünkben is, Földünk környezetében is megjelennek, lehetnek. Ugyanakkor az emberiségről kell, hogy beszéljünk, a látható világról kell, hogy szót ejtsünk. Vagyis zsidókhoz írt levél első rész második versében az eon szó van, ezt úgy is érthetjük, hogy Jézus teremtői mivoltában korszakokat, világokat alkotott, amint a harmadik versben is olvashatjuk, hogy hatalma szavával fenntartja a mindenséget. És itt hozzá kell tenni, hogy amikor a teremtés megtörtént, akkor gyakorlatilag elkezdődött a fenntartás munkája is, mert hiszen a teremtés nem csak létre kellett hozni, nem csak úgy kell elképzelni, hogy majd forog a világ a saját tengelyén, és hát ugye mint egy gépezet működik, hanem a Jóisten alkalmanként hát beállítást is végez, fenntartást is végez, ami mi élő világunkban, Földünk környezetében is tapasztalhatunk ilyen törvényszerűségeket, és maga a megváltásnak a ténye is, tehát a megváltás műve is az újjáteremtéshez vagy a fenntartáshoz szükséges történés volt, amiről a Szentírás bizonyságot tesz. Hogy mit tanít a Szentírás a teremtésről? Hát ezt keresztségi órák alkalmával a hívők, amiben részesülnek ilyen keresztségi tanításban, tanulunk róla, hogy szavával teremtette Isten a világot, tehát a szó szólt és meg lett, parancsolt és előállott, és nem akarom most itt felkeresni, felolvasni azokat az igéket, Péter második levele, harmadik rész, ötödik verse, és a Zsoltárok 33. rész, 6. és 9. versében tanáljuk meg ezt a gondolatot, és a zsidókhoz írt levél 11. és 3. verse alapján pedig azt olvashatjuk, hogy ami a látható, láthatatlanból állott elő az Isten szavára. Tehát, hogy a láthatatlan
mondhatnánk azt, hogy a semmiből való teremtést tanítja a Szentírás. Ex nihilo, ez a latin kifejezés fejezi ki ezt, hogy a semmiből teremtette Isten a világot. Persze ebben a semmiben egy hatalmas erő lakozott. Tehát úgy kell felfogni, hogy az Istennek az ereje lakozott ebben az összesűrített dologban. Az Isten akarata, az Isten terve, az Isten szándéka valósult meg. Nem volt szükség ősanyagra, bár az ősrobbanás, amiről manapság beszélnek, az is valójában hasonló gondolatokat fogalmaz meg, hogy visszamegyünk, mert most már elvetették azt a gondolatot, hogy a világ öröktől fogva létezik, és örökké is létezni fog, hanem ez a mostani világkép az gyakorlatilag azt mondja el számunkra, hogy igenis volt kezdete, és hát ugye ezt egy ilyen ős robbanással magyarázzák, és lesz is egy vég kifejlete a világegyetemnek, ami egy nagy bummal és nagy recsel fog bezárulni. Ezt a nevet adták neki a tudósok. Hát, hogy ez mennyire valós, ezt nem tudjuk pontosan megmondani. Nem tudjuk pontosan megmondani, ez csak egy ilyen teremtés filozófia, és hát valójában a tudománynak van egyfajta hát magyarázata is erre, mert azt a magyarázatot hozták fel, hogy a tejútrendszerek a mi tejútunktól távolodnak. Tehát ez a távolodás, hogy minden tejút az, mert rengeteg milliárd tejút van a világegyetemben, és ez a mi tejútunk, ahol mi lakunk, ez a csillagváros, úgy is lehet mondani, hogy ebből a csillagvárosból nézve mindegyik távolodik tőlünk, és ebből indultak ki a tudósok, hogy azt vallották, hogy egy bizonyos pontból, egy középpontból robbanhatott ki az anyag, és hát azért van ez a távolodás egymástól, hogy távolodunk egymástól, hogy ez a bizonyíték, hogy volt kezdet. Tehát már most egy kicsit a tudomány a Biblia fele próbál hát közeledni ilyen szempontból, és nem tartja teljesen lehetetlennek azt, hogy a semmiből, vagy egy sűrített anyagból egy hatalmas energiával történt a teremtés, amit hát mi a Bibliából csak ilyen egyszerű szavakkal mondunk el, hogy az Istenség második személye, azaz Jézus Krisztus volt az, aki a teremtést véghez vitte, természetesen terv szerint történt a teremtés, tehát nem egy véletlen, mert ugye belemehetnénk abba is, hogy mi történt azelőtt, hogy miért robbant fel az anyag, vagy miért történt ez, miért nem volna értelme neki ezt boncolgatni, ezeket a dolgokat, nem volna értelme boncolgatni. A világegyetem nem az Isten maga, ezt is ki kellene, hogy fejtsük, de nincs rá idő, mert Arisztotelésznek az elmélete volt, ami hát egy panteista elmélet volt, hogy a világegyetem az maga az Isten, tehát hogy az Isten maga a világegyetem, gyakorlatilag ilyen elgondolások is voltak. A teremtés történet az, hogyha lapozunk, akkor azt találjuk, hogy teljesen emberi központú a teremtés, tehát hogy a célja az volt, hogy egy olyan lény
legyen megteremtve, aki majd ezt a bolygót benépesíti, és hát úgy mondja a Szentírás, hogy hajtsátok uralmatok alá, tehát hogy olyan értelemben, hogy megbízta az Isten az embert avval, hogy a környezetét hát gondozza, ápolja. Ez vonatkozik a növényvilágra, az állatvilágra, és magára az ember, a társadalom világára is vonatkozik ez, hogy vannak olyan személyek, akik arra hivatottak, hogy ezt a élő világot, ezt hát bizonyos értelemben utasításokkal is hát próbálják megvalósítani az életnek a lehetőségeit, mert hiszen sok minden szükséges, az élethez szükséges, az élelmiszer szükséges, a környezet az megvan számunkra, bár ez is veszélyben van, a földünknek a légköre, a mezőgazdasági termelés szükséges hozzá manapság, hát hogy mivel sokan vagyunk a földön, így fogalmazzuk meg, de hát korábban nem így volt, mikor Ádám és Éva meg lett teremtve. Hozzáteszem azt, hogy ezek a törvényszerűségek folyamatosan alakultak ki, tehát az Isten folyamatosan gondoskodott róla, mondjuk a 10 parancsolatról, ha beszélhetünk a 10 parancsolatról is, hogy nem feltételezzük azt, hogy hogy ez később alakult ki, mármint hogy ezek a törvényeknek a alapjainak a letéte, hanem mivel hogy tudta a Jóisten, a Teremtő tudta, hogy többen leszünk, tehát társadalomról kell beszélni, és ezért hát alakult az ki, hogy mondjuk az ember ne tulajdonítsa el a másét, meg hogy családokba fognak élni az emberek, és hát hogy tiszteljék egymás családját, ne erkölcstelen dolgokat ne cselekedjenek, stb. Tehát hogy a 10 parancsolat az feltételez egy társadalmi létet, azt feltételezi a 10 parancsolat, mert hát ugye Ádám és Éva kitől lopott volna el valamit is, vagy nem tudom, szóval, hogy nem, mert hogy nem voltak más emberek még abban az időben, vagy például kinek a feleségét, vagy kinek a férjét szerette volna az első emberpár, hogyha nem voltak még mások. Tehát hát nyilvánvaló, hogy egy társadalmat feltételezünk, és hát a Jóisten úgy gondoskodott róla, hogy előre megvoltak ezek a törvényszerűségek, mivel hogy tudta, hogy szaporodni fog az emberiség, és ezért szükség volt ezt előre megtervezni, hogy ez kialakulhasson, ezek a törvények, amelyeket hát az Ószövetségben is, amelyekről olvashatunk az Ószövetségben is. Itt a hit kérdéséről szeretnék egy néhány szót még szólni. Itt a 3. vers azt mondja, hogy az Isten dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának a képmása, tudnélik Jézus Krisztus, aki hatalma szavával fenntartja mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségesnek jobbjára a magasságban. Tehát ugye az Isten fiáról van szó, aki ezt a megtartási művet és megmentési művet véghez vitte. Ez a hit világához tartozik, ez a megváltásban való reménykedés. Nem azért, mint hogyha nem lenne hát kézzelfogható bizonyítéka, mert hisz a hit az a cselekvés és tehát az elmélet és a gyakorlatnak a tudománya gyakorlatilag, tehát hogy nem választjuk széllyel a hitet és a cselekedeteket, hanem összetartozó dolognak tartjuk. És
egyszerű tapasztalati tényezőkhöz hozhatjuk a mi hitünket is, hogy például, hogy az élő csak élőtől származhat, tehát, hogy nincs olyan, hogy egy élettelen kavicsból élő anyag legyen, vagy például, hogy embertől csak ember származhat. Persze, hát vannak ilyen betegségek, meg stb. Sok mindenről lehetne itt beszélni, de hát mondjuk az állatvilágból nem nagyon lehet embereket hát teremteni, még a tudomány mai korszerű eszközeivel sem volna célszerű belavatkozni ezekbe a folyamatokba, úgy gondolom. Nos, tovább lépve, a hatnapos teremtés történet kritikájával tudósok és teológusok is foglalkoznak, és ennek eredményeképpen jelentősen alkalmazkodtak az egyházi személyiségek az emberi tudományos álláspontokhoz, a fejlődés elméletéhez. Tehát, hogy közeledtek az álláspontok. Hát ezt már elmondtam itt az elején, hogy valójában napjainkban azt láthatjuk, hogy a teremtés és a fejlődés, illetve hát a tudományos álláspont és a vallásos vagy ideológiai álláspontok közelednek egymáshoz, és milyen kritikákat szoktak felhozni például a teremtés történettel kapcsolatosan, hogy képtelenség az, hogy 6 munkanap alatt jött létre ez a nagy világ, hogy ez képtelenség, hogy 6 munkanap alatt. Hát, hogy miért 6 munkanap alatt? Hát most a Jóisten megteremthette volna egy pillanat alatt is a Földünket, de hogy miért vezette be tulajdonképpen az időnek a bevezetésére került sor, hogy az embernek a létezéséhez szükséges az, hogy munkát végezzen, és hogy 6-24 órás munka után, persze nem teljesen 24 óráig dolgozik az ember, éjszaka ugye pihen, és hát hogy szükséges a heti pihenőnap. Tehát, hogy ezt kell látni, hogy fontos számunkra az, hogy egy hetes beosztása legyen, mert ez az emberi élethez hozzátartozó, tehát jó elgondolás is, olyan ciklus, ez ami a Földünk világához, nevezetesen a Hold és a Föld hát viszonyához, hiszen tudjuk azt, hogy négy, körülbelül van ez a Hold hónap, amiben számolták régen a napokat, az körülbelül 4x7, 28 a tehető, tehát egy hetes ciklusra osztható ez a Hold hónap. Persze hát utána, mikor már a naphoz igazították, akkor egy kicsit több lett a hónapoknak a napjai, tehát nem 28, hanem 30-31-esek is lettek belőle, mert hát ugye kiderült az, hogyha a naphoz igazítunk, akkor az évek azok nem 12 hónaposak lettek volna, hanem 13 hónaposak. Tehát hogy ez már egy ilyen beosztási kérdés, de lényeg az, hogy a Bibliának a alapbeosztása az a hétre vonatkozott, és hát ugye az emberi ciklus is a Holdhoz köthető. Ilyen értelemben élettani szerepe is van ennek a beosztásnak, és hiába próbálták volna megváltoztatni, mert volt rá, hát a történelem folyamán volt rá hát példa, hogy át akarták alakítani 10 napos ciklusokra a munka és a pihenés idejét, de ezek
Ezek a próbálkozások nem vezettek eredményre. A mai napig sem, és nem is fognak vezetni eredményre, mert hiszen akkor a holdnak a járását kellene megváltoztatni, meg az egész földnek hát, hogy a forgását, hogy nem tudom, szóval, hogy ez nem a mi hatáskörünkbe tartozik, ez a Jóistennek a terve szerint így alakult, és hát a Bibliában azért alakult ki a hatnapos teremtés gyakorlatilag, mert a Jóisten így látta jónak, hogy azt mondta az Úr Jézus Krisztus is, hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Ezzel kimondta azt is, nem csak azt, hogy az ember érdekében teremtette a nyugalomnapot, hogy az a legfontosabb, mert vannak, akik azt mondják a kritika szerint, hogy hát mi olyan emberek vagyunk, hogy mi csak a pihenéshez ragaszkodunk, hogy a szombathoz ragaszkodunk. Hát nem teljesen így van, mert hiszen a teremtésnek a hat napja, tehát a munkával való foglalkozás, vagy az élethez hozzátartozik a munkának a dolga, minden ember életéhez hozzátartozik, és ezért az is parancsban van adva, hogy hat napon át munkálkodjunk. Tehát az is parancsban van adva gyakorlatilag. És hát az, hogy ragaszkodjunk ehhez a hetes beosztáshoz, mert ezt nem lehet megváltoztatni. Ebbe bele kell, hogy nyugodjunk, hogy ez így van jól. Aztán felhozták ellenmondásként a teremtés történettel kapcsolatosan, hogy Isten először világosságot teremtett, levegőt, majd a növényeket, és csak negyedik napon teremtette meg a napot. Hát, szóval itt azt kell látni, ezt kell látni a természettudományos ember számára, hogy ez képtelenség, de a Jóistennél nem lehetetlen egyáltalán, mert egyik nap után következett a másik nap, és hát, hogy itt feltételezi a teremtés történet azt, hogy voltak más fényforrások is, tehát hogy nem csak ez a mi napunk, amit látunk reggel, meg este, meg nappal világít, hogy nem csak ez a mi napunkról van szó itt a világosság megteremtésével kapcsolatosan, mert hiszen csillagrendszerek vannak körülöttünk a magasságban, és hát itt úgy kell felfogni ezt, hogy nem tudjuk pontosan a megjelenésüket, de az, hogy láthatóvá váltak ezek a égitestek, tehát a csillagok, vagy láthatóvá vált a nap, a hold, stb. Tehát, hogy egy ilyen rendszert alkottak, hogy a teremtő szavával Isten betöltötte az űrt, létezésre hívta a dolgokat, amelyek előzőleg nem rendelkeztek reális létezéssel, hanem csak ideje állapotban virtuálisan voltak meg Isten elgondolásában. Isten semmiféle előzetesen meglévő anyagot sem vett igénybe a világ megalkotásánál. Ellenkezőleg minden anyagi és szellemi dolgok egyaránt az Úristen parancsszavára támadtak, saját akarata szerint teremtettek. Ennyit szerettem volna elmondani ebben az első részben. Hát nagyon hosszú lenne a teremtés történetről elmélkedni, és hosszú lenne a felvétel is. Azért próbálom majd egy második alkalommal folytatnám tovább. Itt a Mózes első könyvéhez, hogyha lapozok, akkor azt látom, hogy a Mózes első könyve első rész, első és második versében azt mondja itt a bibliai íge, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. Úgy tűnik ez, hogy ez a bevezető, a teremtés történet bevezetője, hogy ez nem tartozik a hat naphoz, hanem ez egy bevezetője neki, tehát hogy pontosan nem is mondja, csak azt mondja, hogy kezdetben teremtette az Isten. Hát úgy is lehet mondani, hogy a csillagvilágokat Isten kezdetben teremtette, ennek nem tudjuk a pontos idejét, hiába is most itt vannak, akik itt vitatkoznak azon, hogy tudom, hány ezer éves a Föld, meg stb. Nincs értelme neki vitatkozni ezen, nincs értelme vitatkozni.
a mi földünknek a korát illetően, vagy a világegyetem korát illetően, mert olyan nagy hát, számok jönnek ki, ami számunkra felfoghatatlan. Gyakorlatilag majd csak arról lehetne beszélni, hogy az Istennek a éveinek a számát akarjuk megfejteni, vagy nem tudom, szóval nincs értelme neki annak, és hát annak se, hogy mikor volt ez a kezdet, hanem nyugodjunk be abba, hogy a mi földünk teremtése az hat, mert hát ugye így adja elő a Szentírás, hogy hat. Hát nap alatt, noha még nem volt megteremtve még a nap sem, de mégiscsak ez az időbeosztás, ez a terv megvolt, hogy lesz egy ilyen 24 órás napunk. A hétnek a bevezetése az ember miatt lett így leírva, ember miatt lett így átadva számunkra az Isten részéről, hogy az ember miatt lett ez így teremtve, és hát ezt kell, hogy megértsük benne, hogy teljesen mindegy, hogy látható volt-e, vagy nem volt látható, vagy hogy a nap mikor keletkezett, vagy mikor keletkezett a mi tejútunk, vagy a többi tejútak mikor keletkeztek, hogy ez csak ilyen elméleti hát eszmefuttatás, és hát nem is tudjuk pontosan meghatározni, hogy amit az égbolton látunk, vagy akár távcsövekkel is, hogy azok ott vannak-e még, vagy esetleg már nem is nincsenek ott. Tudnélik, azt állítják a mai tudósok, hogy látják a múltat, meg látják az Istent. Én nem gondolnám ezt, hát tudnélik azért, mert hogy olyan nagy fényévekről beszélnek, hát ugye a fény az ugye 300 ezer kilométer per szekundum sebességgel hát terjed, és hát hogy egy év alatt a fény mennyi kilométer tesz meg, hát ez rettenetes sok, és nem beszélve, és akkor beszélnek milliárd fényévekről, meg ilyesmiről, hogy ennek értelme nincs. Hát azért nincs értelme, mert tudni légy, hogy mire ideér a fénynek a fénye, amit látunk, hogy lehetséges, hogy már esetleg az a gyertya, aminek a fényét látjuk, lehet, hogy már az nem is látható ott. Tehát, hogy nem a valóságot, nem per pillanat a valóságot látjuk, hanem egészen mást. Elnézést kérek, hogy egy ilyen filozófiai hát eszmefuttatásból futottam bele, de nem is akarom tovább folytatni ezt a eszmefuttatást. Arra szeretnék rámutatni, hogy higgyünk a Bibliának, és higgyünk abban, hogy az Isten jól alkotta meg a világunkat, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy ezt a világot számunkra adta az Isten, és hát, hogy ez a világ, ami, hogy őrizzük és védjük a teremtett dolgokat, embertársainkat is, hogy embertársaink áldására használhassuk fel ezeket az ismereteket, és ne csak egy puszta elméleti eszmefuttatás legyen. És hát én azt továbbra is azt támogatom, hogy a tudomány világát nem kell elvetnünk teljes mértékben, de ragaszkodnunk kell a teremtő munkájához is, olyan értelemben, hogy az Isten volt az, aki kellett, hogy valaki tervszerűen megtervezze ezt az emberi világunkat. Kívánom, hogy ez a hit, ez a meggyőződés legyen valamennyünk része. Amen.